Idén márciusban adták át az év Balatoni Háza 2019 pályázat építészeti díjait, ahol külön díjat kapott a Füredi Városi Uszoda, valamint a vasútállomás és buszállomás épülete is. A Nők a Balatonért Egyesület és a Balatoni Szövetség 2020-ban harmadjára is meghirdeti az építészeti díjpályázatot. Az indulást jelző rendezvényt október 1-én tartották a Tihanyi Apátság látogatóközpontjában. Az építésztervezők lakóház, középület és gazdasági épület kategóriában december 15-ig adhatják be a pályázataikat, de külön díjat is kiosztanak majd a jövő év márciusi eredményhirdetés alkalmával. A felhívás célja a minőségi építészet népszerűsítése, és hogy több figyelmet kapjanak a Balaton környéki példaértékű épületek. A Balatoni Szövetség elnöke Lombár Gábor Balatonfenyvesről érkezett, és azt ígérte, hogy a déli part is be fog szállni a versenybe, amiben ezidáig jobbára északi parti településekről kerültek ki győztesek. Fel fogom hívni a figyelmét a városoknak, településeknek, a települések főépítészeinek, saját főépítészemnek, hogy gondolják körbe a településeket, és azt, amit érdemesnek tartanak arra, hogy mutassunk meg, ott hívjuk fel a figyelmét a tervezőknek, hogy igenis lehet pályázni, és tessék ezt megtenni, aminek nyilván ugye a legfontosabb hozadéka az, hogy egy elismerést kap maga a tervező is. És én azt gondolom, néhány esztendő alatt elérjük azt is, hogy érdemes lesz és rang lesz az év Balatoni Háza pályázaton indulni. A Nők a Balatonért Egyesület elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy meg kell vizsgálni, a fejlesztések minden esetben fejlődést jelentenek-e. Egy ideig az egyesület is, a tagjaink, meg úgy érzem, hogy az itt élő emberek, illetve az ide látogatók is úgy eltűrtek, vagy csak úgy csodálkozva néztek, hogy egyre másra bújnak ki olyan épületek, amit úgy gondoltuk, hogy nem ide valók, tehát ez a rengeteg kocka apartmanház, az annyira nem tetszést aratott. A cél az ezzel, hogy megmutassuk azt, hogy másként is lehet. Szauer Rózsa szerint az építtetőn, a tervezőn és az építési szabályzaton múlik, hogy milyen épületek kerülnek a Balaton térségébe. Sokan vágynak arra, úgy látom, hogy a nagyvárosokból, tehát szép balatoni környezetbe költözzenek. Na most, ha ezt túltoljuk, jön a nem tudom mekkora ház, legyen jó út oda, tehát minden olyan infrastruktúra igény megvan, mint ami mondjuk egy nagyváros kellős közepén. Azzal együtt, hogy még ugye itt pluszot is szeretnénk, tehát hogy ugye lebetonozott udvar legyen, akkor legyen a netán ott úszómedence, mert ha már legyen jó panoráma, tehát lehetőleg menjünk a hegyre, mert a parton most már nincs hely, tehát ugye vannak ezek az igények. Na most ehhez ugye keresnek tervezőt, azért dicsérjük meg a tervezőket ebben a pályázatban, vagy azokat a tervezőket, hogy tulajdonképpen nekik egy kis féket kell szabni jelenleg, tehát hogy, és tudom is, és többen mondták, hogy irányítani az igénylőket, tehát az építtetőket, hogy talán ez mégis úgy ide nem passzol, vagy nem szép lenne, milyen anyagokat kell, stb. Na most van a harmadik pillér, azok ugye a szabályok. Ezzel van a legnagyobb gond, mert annyira felhigult és laza az építési szabályzat, hogy nem követhető egyértelműen. Maga az épületnek a jellege milyen lehet, és hova mit lehet építeni. És ugye már legtöbbször késésben vagyunk, és futunk a dolgok után azzal, hogy már a kész műveket látjuk, és ugye bontásra még nem került sor. Még ha kiderül az is, hogy netán szabálytalanul épül valami, és akkor inkább egy bírságot kifizetnek, vállalják ezt. Jobban kellene a környezetet, a természetet tisztelnünk ezzel a pályázattal, és megmutatjuk azokat az embereket, azokat a tervezőket, és azokat a megbízókat, építtetőket, akik így gondolkodnak.
A 2020. évi pályázatokat elbíráló bizottságban helyet kap majd a Magyar Építészkamara, a Magyar Építőművészek Szövetsége, a három érintett megye építészkamarája, a NABE és a Balatoni Szövetség képviselője. Az elmúlt évekhez hasonlóan az előzsűrizést követően helyszíni megtekintéssel fogják kiválasztani az év Balatoni háza díjazottait, akik összesen bruttó 1 millió forint díjazásban részesülnek majd.